Ünnepi alkalomnak adott otthont a Művelődési Ház színház terme május 20-án. Ekkor ünnepelte ugyanis alapításának és fennállásának 75. évfordulóját a Berettyóújfalu JSC Arany János Gimnázium és Technikum. A programon köszöntők mind olyan személyek voltak, akiknek valamilyen kötődése van az intézményhez. Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és Muraközi István polgármester azokat a szép emlékeket idézték fel, amelyeket diákként éltek át egykori iskolájukban. Pejhéné Barta Irén azt mondta, a 75 éve sikeresen, illetve eredményesen működő Arany János Gimnázium és Technikum egy olyan szellemi alkotóműhely, amely például szolgál a környék fiataljainak. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum főigazgatója az egyik legfontosabb feladatként említette a múlt tiszteletét, amelynek alappillére az intézmény történetének, krónikájának ismerete, szellemiségének megőrzése, tradícióinak átörökítése. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a hagyományos tanítási formákat felváltja az élményalapú oktatás, az osztálytermeket a digitális alkotóműhely, a megszokott tanár szerepet pedig a mentor és mentorát kapcsolat. Az iskoláknak a kognitív tudás átadásnál fontosabb lesz a projektoktatás, a megtapasztalás, kipróbálás és az egyéni felfedezés élménye, az online tér és a valós élet határainak éles kijelölése, valamint ezen sajátságos létélmény szabályainak lefektetése lesz az oktatók egyik fő feladata a jövőben, tette hozzá Pejhéné Barta Irén. Az Arany János Gimnázium és Technikum 75 éves történetéről Mihuc Sándorné tagintézményvezető beszélt a jelenlévőknek. Az iskola 1946. szeptemberében kezdte meg működését, tehát a 46-47-es tanév volt az első, így a 21-22-es tanév a 75. Mivel a járványhelyzet miatt az emlékév kezdetén nem volt alkalmunk ünnepséggel nyitni az emlékévet, így az emlékév végére tettük ezt a megemlékezést. Igen, hosszú időszakról beszélünk. Az iskola életében mik voltak azok az állomások, amiket érdemes megemlíteni? Először kint a volt Honvéd laktanya területén működött egészen 1969-ig, és ezt az épületet, ezt a helyszínt 1969-es tanévben foglalta el az intézmény. Egy nagy felújításon 2009-2010-es évben esett át az épület, akkor érte el a mai formáját. A gimnáziumi képzés mellett a szakképzés egészen korán, már az 50-es években elkezdődött, és a 69-ben, amikor ide átkerült az iskolának egy része, akkor a gimnáziumi képzés, a közgazdasági és az egészségügyi szakképzéssel kerültek át a diákok, és ezt a hagyományt azóta is folytatjuk, hiszen a szakképzésünk alapját a közgazdasági és az egészségügyi szakképzés jelenti. Én úgy gondolom, hogy akár a városnak, akár a térségnek egy nagyon fontos iskolája az Arany János Gimnázium és Technikum, hiszen nagyon sokan a város vezetői a városban az különböző egészségügyi, szociális, közigazgatási, oktatási intézményekben dolgozók, vezetők itt végeztek az Aranyban. Ez alatt a 75 év alatt nagyon sok értékes tudós embert, jogász embert, orvost vagy tanárt adtunk ennek a környéknek, vagy akár az egész országnak. Változott az iskola szerkezete, a helyszín, ahol az oktatás folyt, a szellemiség azt gondolom, hogy az nem változott, az maradt. Mi pontosan ez a szellemiség, és mi az a hagyományos értékrend, ami jellemzi ezt az intézményt? Legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy a tanulók oktatása, képességeinek fejlesztése mellett a nevelésükkel is foglalkozzunk, és azon felül, hogy nagyon jó szakembereket neveljünk belőlük, embereket neveljünk belőlük. Az ünnepi esemény az Arany János Gimnázium és Technikumban folytatódott, ahova szintén sok egykori aranyos diák ellátogatott. Köztük az a Bak Istvánné Szepesvári Ildikó, aki 1954 és 58 között volt az iskola tanulója. Én még nem is itt tanultam, hanem benne a főutcán, ahol most a rendőrség van, ott volt a gimnázium, 2 évig oda jártam, aztán 56 nyarán nekiálltunk és kiköltöztettük a laktanyába a gimnáziumot, ruháskosárral hordtuk a kémia szertát, és
ott érettségiztem kint. De hát az Arany János gimnázium volt a minden. Mit adott ez az iskola önnek személy szerint? Nagyon jó közösséget, nem csak tanultunk, hanem emberségre neveltek. És én meg a tanulás mellett a kulturális, meg a sport életben voltam. Nagyon aktív, tornáztam, meg táncoltam, külföldre jártunk, és nagyon jó csapat volt. Úgyhogy éppen most beszéltünk arról, hogy ennyi év után, hát ugye 58-ban érettségiztünk, szinte napi kapcsolatban vagyunk az osztálytársakkal, és felhívnak, hogy most mentem a kórházba, most megműtöttek, most ez van, az van. Tehát nem szakadtunk el egymástól. Ez egy nagyon jó közösség volt abban az időben, és szerettünk ide járni. Nagyszerű tanáraink voltak. Nem, szinte hihetetlen, hogy olyan körülmények között, meg ugye 56 is bejátszott, de még akkor is megvédtek bennünket. Emlékszem, menni akartunk tüntetni, és Falucska igazgató úr lejött, azt mondja, hogy mit keresnek itt, hova sorakoznak. Hát mondjuk megyünk be a városba, mert tüntetés van. Azt mondja, milyen órájuk van, lenne. Kémia. Na, hátra arc, azt mondja, felküldünk bennünket, nem engedte, hogy belekeveredjünk valamibe. De ugyanakkor hát olyan anyagot kaptunk, és olyan tanáraink voltak, hogy mindent meg kellett tanulni, tehát nem volt pardon. A program részeként egy tárlat is nyílt az intézményben. Három olyan személy, Tóth Sándor festő, Elritók Nóra grafikus, valamint Török Zita fazekas, népi iparművész alkotásait állították ki, akik tanárként, diákként, vagy tanulóként és pedagógusként kötődnek az Arany János Gimnázium és Technikumhoz. Ezen kívül a hagyományos, de egy kissé megújított iskolatörténeti kiállítást is megtekinthették az érdeklődők. Az intézmény jubileumi ünnepsége, az idei városnapja rendezvénysorozat nyitó eseménye volt.